És hogy mondjam meg neki? Mit legyen? Semmit, exit. Ki benne? A mentő. Tudja mi az, hogy mentő? Ha nem engedi, hogy segítsek, akkor meg fog halni most. A mentősök legnagyobb ellensége nem a törések, sérülések, szívrohamok vagy súlyos betegségek, hanem az idő. Nem lehet már, csak a százas. Gyakran kaotikus állapotok és kiszámíthatatlan szituációk várnak a csapattagjaira. Nézd meg, ezt fényképezd le, hát ilyet nincsen. Megfordul az autópályán a kamion. Le kell mennünk Zsámbék fele, mert a zsámbéki elágazást is elhagytuk, vagy menjünk tovább Herceghalom után. Herceghalom előtt van még. Herceghalom előtt írja a tábla, hogy jobbra Zsámbék, ez egy lapos baban. Jó, fordulj vissza. Sokja ide. Ide. Jó, oké. Szerintem, de megpróbálok bevászni. Igen. Mit adjad? Semmit, exit. Megkérdezed, megyek vissza mások, Kati, csak... Köszönöm. Semmi más nem? Be volt kötve? Be volt kötve? Jó, ez nem fáj? Nem. Ez? Egy kicsit érzem, de ez? Nem. Jó, ebből bújjunk ki, ebből is. Jó, rakjuk le a vákumot, azért fektessük bele, jó? Mert eléggé súlyosan sérült a... Jó, uram, el kell mennünk kórházba, de... Igen, majd azért befektetem a vákumba, kap egy stifneket, infúziót, aztán ennyi. De nincs is más sérült akkor? Nincsen, de most egy picit... Majd sőt, mindjárt, tehát a feleség... Kombudát, vagy mit csinál? Nem tudom, mindjárt, mert a feleségével foglalkozik. Jó, értem. Jó, jó. Jó, uram, jó, uram. Én láttam a feleségét is, úgyhogy én nem hiszem, hogy csak egy... Adod azt egy kicsit nekem, jó? Feleségével a másik rohamkocsi foglalkozik, uram. Egy kérésem volna. Jó, tegyek kicsit a fejét, amelyet. Ő a kesztyűtartóval. Jó, azt a tűzoltók intézik, majd feküdjön ide föl. Jó? Azaz, nagyon ügyes. A mentőorvos óriási pszichikai nyomás alatt van, hiszen a sérült még nem tudja, hogy a felesége meghalt. 23, hívom az egyet. Jelentkezik. Egy exit, egy sérült van, a bicskét nem kérjük. Meghalt a feleség. Nem mondom, egy súlyos van, és mindjárt megnézek, én nem láttam a feleségét, a rohamkocsi orvosa lemászott. Hát, milyen mondja meg akkor? Hát, jó Isten áldja meg. De én nem volt, uram, nem voltam lent, mindjárt megmondja a másik orvos, aki lent van az árokban. Bekötöttem egy infúziót minden, mert ő sétált ugyan, de hát komóciós, biztos, fejsérült, fájlalja a mellkasát, de hát ahogy elnéztem, úgyhogy azt se tudja, hogy be volt-e kötve, semmire nem emlékszik. Ja, nem. És hogy mondjam meg neki? Hogy sír és tudja, ő sejti, mert rákérdezett, hogy meghalt-e a felesége. Jó. Ön vezetett, uram? Ez a vér, ez honnan föcsögött ide? Lejjebb kell csúszni az úrnak egy kicsit, azt még csináljátok meg, jó? Hát igen. Egy kicsit enged le, és akkor egy picit lejjebb csúszik, mert ez így nem lesz jó, én meg jövök mindjárt egy pillanat. Jó, mi elmentünk, Tibor. De egy pillanat a várjanak. Igen. Másnál szeretném megnézni. Jó. Jó, ez az a diplomat? De, az azért.
Jó. Kezdjük tartani. Jó, várjál, akkor még. Jó, Ricsi, maradj. Én nem akarok lemászni, mert ott, ott van szerintem a halott háta mögött. Kéne neki a kesztyűtartóból az a táska, ami benne van, mert ez a diplomata táska nem az, amit ő kér. Ez is az, de meg lemenné, ha megkérhetem. Lemászok én csak. Nagyon köszönöm. Van a számlák. Jó, ide beteszem mindent, jó? Hogy érzi magát, uram? Jó, Gábor, mondjon neki. Egységenről mondjon már valamit. Jó, hát ő súlyos sérült, sajnos vele dolgoznak, ezt el kell, hogy mondjam. A másik kocsiba van, ő nagyon súlyosan megsérült, úgyhogy ő vele dolgoznak. Fognak érkezni oda, a János kórházba fog ő is kerülni. Egy átlagos beavatkozás a baleseteknél legalább 20 percig tart. A budai esetkocsi Évával a fedélzetén fele annyi idő alatt megvizsgálta és bekötözte az életben maradt sérültet. A férfi az ambulancián tudta meg Évától, hogy a hajnali köd miatt bekövetkezett balesetben csak ő maradt életben. A sarok, menjél túl, túl, menjél tovább. Ott ül, ott jobbra. Jó estét kívánok! Anna doktor vagyok. Gellér Éva. Anatómusként az igaz. Én is csak azt láttam már, amikor irodalán feküdt. Jó estét! Gellér Éva vagyok a mentőktől, hogy hívják? Volt egy rosszul léte, és betörött a buksia, el kell mennünk kórházba. Szed-e valamilyen gyógyszert? Nincs semmit? Betegsége sincsen? Nem. Tudja, hogy milyen évet írunk? Na miért? Hm? 2004. Jó, és milyen hónap van? Nézen ide az orromra? Használ valamilyen kábítószert? Nem. Speedet? Nem. Biztos? Biztos. Semmit? És milyen gyógyszert szed? Hát, izét szoktam. Mit? El tudok menni. Jó, most kell. Ide fölrakjuk, jó? Mert betörött a buksia, és oda le fog feküdni. Milyen gyógyszert szed? Hm? Kataflán szoktam. Valami nem stimmel a gyógy szemeivel. Maradjon. Jó. Az az önöké? Jó, akkor csak ez az enyém. Övé. Jó. Ez meg az övé volt, igaz? Igen. Jó. Mind a négy végtagja rángatózott? Hát igen. Jó, de valami nem stimmel nekem, hogy vele. Feküdjön le, jó? Feküdjön le, rakja le a buksiját. Nem azért, mert ekkorák a pupillái. Köszi, jó ét! Csusszunk fölfele, nincs semmi baj, bemegyünk a kocsiba, és akkor utána majd lehet csukni, nem tudom, mit kell csukni. Mit kell csukni? Nem tudom. Nem, mert azt mondja, hogy valami üzletet kell neki csukni, létezik az, hogy ő itt dolgozik? Jó, majd mindjárt. Kiesett itt más is. Mi a kereszt neve? Erika. No, Erika édes, vegyük ezt a táskát innét el. Jó, fölcsücsülünk. Maradjon. Az a baj, hogy megfogtam már végig, sajnos nem merem bekapni a számba. Jó. Merje. Bekötni, megtartani a fejét. Mennyi az idő? Hát, késő este van már. Hol dolgozik? Ez milyen utca itt? Hát ez a kérdés. Ez a kérdés itt. Hol dolgozik? Hát a... Nézze rám, szemével. No, milyen gyógyszert használ? Milyen kábítószert? Na most mondja nekem, nincs itt senki. Milyen kábítószert használ? De nem mondja el senkinek. Senkinek. Milyen kábítószert használ? Na, feküdjön. Azt hiszem, kirúgott tegnap a főnököm. Hát az lehetséges, és mennyi ideje kábítózik? Esküszöm, hogy csak ma vettem be. És miért vett be ma a speedet? De jó volt ez most? Nem. Ugye? Hogy engem nem tud becsapni? Kis huncut. Milyen utca?
Hol lakik? A Visegrádi utcában. És honnan indult most? Megütöttem a öregyében. Honnan? Semmit nem tud? Mire emlékszik? Mire emlékszik? Hello! Ne szedje szét, nagylány! Jaj, ez nem játékszer, ez egy vérnyomásmérő. És mennyi az idő? Hát, késő este van. Hát ez most egy jó kör lesz, János trauma után a korányi bébe. Na, mehetünk? Mit keres? Jó, majd... Jó, ezzel most ne foglalkozunk szerintem, menjünk kórházba, most már teljesen mindegy, hogy tegnap rúgták ki, vagy ma maga elesett, be... Nem, feküdjön vissza szépen, jó? Mi a baj? Nyugi! Mennyi az idő? Jaj, most jön a komóciós szindróma, 8:49. 8:49. És miért vérzi össze még azt a hajszálát is, ami nincs összevérezve? Telefonálhatok gyorsan egyet? Most feküdjön vissza. Könyörgök. Feküdjön szépen, nyugodtan. Akkor odaadja nekem a telefon? Jaj, odaadom a telefon, csak maradjon az ágyon fekve, jó? Kis ugri-bugri. És kit akar fölhívni? A páromat. A párját, jó. Na. Adom. Haló. Gellér Éva vagyok, a mentőkkel. Jó estét kívánok. Egy kérdésem van, hogy mit tud a barátnőjéről? Jó, használ ő gyógyszert vagy kábítószert? No. Mondd meg, hogy egyszer szpídet, Zoli, most már nem kell. Hát most nem kell hazudni, mert rájöttem egyébként, hogy valamiben van benne, úgyhogy mit használ a hölgy? Tényleg nem fogják. Tessék? Az egy dolog, igen, azon kívül. Jó, nem akarj. Jó, jó, János kórház baleseti sebészetére visszük, jó? Jó, viszont hallásra. Még egyszer. Elindult már, letettük, jó? Na, mehet, Fisti, köszönöm. Miért rúgták ki a munkahelyéről? Mert soha nem számoltam rendesen el. Megiszik alkoholt, így van? Mennyi alkoholt szokott inni, nagylány? Nem olyan sokat. Nem olyan sokat? Mennyi az a nem sok? Jó szoktam mondani. Vodkát? Hát nem mondja komolyan. Ilyen szép kislány és ilyen alkoholt iszik. Hány éves? 23. Hát szerintem 23 évesen inkább könyvtárba kéne járni, nem? Vagy fiúkkal randizni a Margit-szigeten, mint vodkát inni, meg spidezni. Ennyi. De mondja el, légy szíves. Jó. De a kórházba el kell viszont mondanom, azt tudja, ugye? Nem, férfi, körülbelül 50 éves. Mennyit ivott? Sokat. Jól van. Akkor elviszük kórházba. Jó? Beütötte a fejét? Nem? Mennyit ivott? Sokat. Szed valamilyen gyógyszert? Semmit? Hol van a kanülje? Hol a kanülje? Kihúzta? Gége kanüliét kihúzta? Mikor? Mikor húzta ki a kanüliét? Ne tessék mosolyogni, mondja meg nekem, mikor húzta ki a kanüliét? Ott a taheosztóm a helye, úgyhogy majd meg kell nézni, mert valószínű kihúzta a kanüliét is. Na? Átrakják az ágyra, jó? Jó, oda feküdjön föl. Ugye akar följönni? Most hova mászik? Oda fölmászik? Nem hagyjuk itt, uram, oda lefekszünk a hordágyra, megvizsgálom, jó? Jöjjön. Jó, oda bukjon rá. Jó, jó, azt nem én, mert mindjárt, jó, ne szálljon le, tegye vissza a lábát, és feküdjön le oda. Szépen, de megvizsgálom a kocsiba, és megbeszéljük, hogy mi lesz, jó? Kicsit válaszolom megyünk. Jó, hát le kell szívni a kanül helyét szerintem. Köszi, egy perc.
rugót megszüntethetjük? Álljunk arrébb, igen, egy kicsit. Nos, sikerül na. Sikerül pisilni? Vigyázzatok, mert csak föcsög. Jó helyet találtatok azért, figyelj a beton. Nem, én oda akartam berakni a sarokat. Hát jó, hát most mit csináljak vele? Ne forduljon, ne forduljon. Figyeljen egy picit, volt cső a torkába? Volt cső a torkába? Na, rakja el a kütyét. Tök buli egyébként, csak 50-en nézik, de hát nem baj. Menjünk be a kocsiba! Szálljon be! Jó, pihenjen! Sokat! Ajaj, már jó, sokat ki is pisilt belőle. Nem kell most pisilni, ugye? Kibírjuk a kórházig? Igen, jól van akkor. Tegye le a fejét, mert le fog esni. Tegye le a fejét. Jó, pihenjen. Nem tudom hazavinni sajnos. A kocsmába meg nem visszük mentővel. Ne mosolyogjon, kocsmába nem vittünk még beteget mentővel. Kocsmába akar menni? Jó. Érjük. Írja le, amit akar. Tessék. Írja le. Ne cuppogjon, írja le, hogy mit szeretne. Uram, írja ide, hogy mit szeretne. Nem levelezik. Kérjen föl. Nagyvárad tér felé. Tehát 8. kerület, Salgó-Tarjáni út. 24-es megálló, Nagyvárad tér. Hello. Persze, hát már rúgdálni próbálunk, hogy... Persze. Eljött, hogy bazárom, mert itt vannak elől a... Megjöttünk a kórházba. Jöjjön, itt vagyunk a kórházba, jöjjön. Uram! Jöjjön! Uram, jöjjön, legyen szíves! Vigyázz, vigyázz, ne fordíts hátat neki. 303, hívom az egyet. Mi arra megyünk. Nem öklözünk, nem rugdalunk. Teljesen zöld. Beindult. Zavarja a fény? Nem fogjuk itt lecsukni.